Igen, jó hangulatú munka megbeszélést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége itt a MOB székházában a mai napon. Hát természetesen előretekintő ügyekkel foglalkoztunk. A jövő évet meghatározó két esemény a téli olimpiai játékok Vancouverben és az ifjúsági olimpiai játékok Szingapurban. Mind a kettő természetesen nagyon komolyan vesszük, és örömmel látjuk, hogy a téli olimpiára is már nő a kvalifikált versenyzőknek a szám. A Regőci Krisztina vezette felkészülési bizottság nagyon komoly munkát végez. Ami az ifjúsági olimpiát illeti, hát itt sok vita van, de minden esetre már van 21 versenyzőnk, reménységünk, akik kivívták a részvételi jogot, és hát még talán fölmegy a magyar delegáció majd 30 főre, amivel egész előkelő nagyságrendű küldöttség lehetünk. Mi változatlanul valljuk, hogy az ifjúsági olimpia elsősorban sportverseny, de rendkívül szerepet kell kapjon a nevelés és a kulturális programok kérdése is. Nos, mi is így készülünk, eldöntöttük, hogy további csapatgyűléseket rendezünk a fiatalok számára, és nagy becsben tartjuk közösen a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézettel mindazokat, tehát mind a 250 sportolót, akivel indultunk, számukra különböző tanfolyamokat, előadásokat szervezünk, és azt szeretnénk, hogyha ők igazi ifjúsági olimpikonokká válnának. Szó esett még a Baj Béla programról, talán ismeretes, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság 50 edzőt támogat erkölcsileg és anyagilag, akik arra érdemesek, elsősorban utánpótlás nevelésben jeleskedtek, vagy olimpiai felkészülés fontos letéteményesei. Nos, ez is egy fél évi tapasztalatokat értékeltünk, és úgy látjuk, hogy nagyon jó visszhangja van a dolognak. Beszéltünk még arról, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság kiáll aranyfokozatú támogatunk és médiapartnerünk mellett a Duna TV mellett, és mi is fölírjuk magunkat azok közé, akik támogatjuk a Duna TV fennmaradását.